Hamarosan megújul a város honlapja. Egyebek mellett erről is tájékoztatta stábunkat a Via Kanizsa ZRT vezérigazgatója Fitos István. Az új oldal nem csak kinézetében lesz modernebb, hanem a tartalomkezelés szempontjából is átalakul. Még nem él az új honlap, tehát a lakosság még nem láthatja, de éppen tegnap egyeztettem a fejlesztővel, és azt ígérte, hogy szeptember közepétől nyilvánossá is tudjuk majd tenni, hogy teljes mértékben érthető legyen, hogy mi tart ilyen sokáig. Gyakorlatilag a honlap maga már elkészült, csak a közgyűlési bizottsági anyagokat, közgyűlési határozatokat, amiket ugye a honlapon meg kell jelentetni visszamenőleg 10-15 évre, ezeket töltögetik most át a régi honlapról az új honlapra, és amikor ez megvan, akkor lehet a régit levenni és az újat felrakni. Ez gyakorlatilag összefüggésben áll-e azzal, amikor a szerverszobátok valamikor a tavasz folyamán megújult, vagy a kettő egymástól független? Kettő egymástól teljesen független. Igazából a városi honlapnak a megújításának egy teljesen más célja volt. Míg a szerverszobánál a biztonság elérés volt, a biztonságos üzemeltetés volt a fő cél, addig itt a honlapnál két fő cél volt. Az egyik az, hogy a régi honlap már eléggé elavult volt, olyan információkat is tartalmazott, ami nem igazán állta meg a helyét. Ezek egyébként jelentéktelen információk voltak, tehát nem a főbb információkról beszélek. Illetve az új honlapnál felelősöket rendeltünk bizonyos területekhez, hivatali dolgozókról beszélek most, és minden egyes területnek a honlapon belül meg lesz a hivatalban a felelőse, aki azt karbantartja, feltölti, saját maga feltöltheti, tehát egy olyan felületet alakítottunk ki, hogy nem az informatikusnak kell elküldeni az anyagot, hogy tegye fel a honlapra, hanem a hivatali dolgozó maga tudja feltenni a honlapra adott dokumentumot. A VIA ugye nyáron sem szüneteltette a tevékenységét a város számos pontján dolgoztatok. Első körben talán az útjavításokról és az aszfaltozásról beszélgessünk. Mi az, amit érdemes lenne kiemelni ezek közül? Igen, hát igazából amint megnyitnak az aszfalt keverő telepek, ez általában kora tavasszal történik, attól folyamatosan zajlanak az aszfaltozások, kátyúzások, útjavítások, egészen addig, míg az aszfalt keverő telepek be nem zárnak. Mi itt Nagykanizsán két külön csapattal csináljuk ezt. Van egy saját csapatunk, saját eszközökkel kialakítva erre a célra, illetve van egy vállalkozási szerződésünk is egy helyi vállalkozóval, aki saját maga is végez, illetve kap feladatokat tőlünk. Ezek a feladatok, illetve ezek a munkálatok gyakorlatilag folyamatosan zajlanak itt a szezonban, viszont kisebb-nagyobb megszakítások azért történnek benne. Tehát most például, amikor volt a nagyobb viharkárunk, akkor az aszfaltozós csapatunk is a viharkár felszámolásában vett részt. Az idei üzleti tervünkben 23 millió forint volt külön elkülönítve bizonyos útszakaszokra, ahol nagyobb javításokat végeztünk. Ilyen volt például a Platánsor 8/A előtti útszakasz, illetve járda, illetve hát egyéb megrendeléseket is extra kapunk az önkormányzattól, hogyha ő nekik a költségvetésükben sikerül forrást találni bizonyos szakaszokra. Ilyen volt például most a kiskanizsai temetőnél lévő buszforduló melletti járda és leszállósziget javítása, kialakítása. Tehát akkor nyilván gazdasági szempontból mérlegelni kell, hogy mi az, ami sürgősen, vagy sürgősen felújításra vár, vagy fajsúlyosabb a munka szempontjából. Így van, igen. Rendelkezésünkre áll egy bizonyos összeg, látjuk, hogy mik a feladatok, és abban a bizonyos összegbe a legsürgősebbeket igyekszünk belerakni.